A gyermekek hasán spórol a kormány, vagy a Kovászna megye tanácsának elnöke Tamás Sándor arra reagált, hogy az államvezetés a közbeszerzési eljárás megbonyolításával húzta az időt a Tejkifli program elindítása kapcsán. Az uniós támogatásból finanszírozott program 2002-ben indult, és bár az elmúlt években több kritika is érte, számos gyermek számára még mindig fontos étkezési lehetőség. 5 hónap késéssel indul a Tejkifli program Kovászna megyében. Az Európai Unió iskolaétkeztetési programja, amelynek keretében gyermekek milliói juthatnak egészséges élelmiszerekhez, bürokratikus okokból csúszik, a kormány csupán augusztus végén fogadta el azt a módszertant, amely szerint a közbeszerzést le kell bonyolítani. Ugyanez a helyzet a meleg ebéd programmal is, amely országszerte 1500 iskolát érintene. Ott is a módszertant október közepén fogadták el. A nagyobb tanintézmények ezt nem tudták lebonyolítani. A kisebbek ott, ahol nem, ha direkt odaítélésre is meg lehetett oldani ezt a kérdést, ott van, ahol működik, de nagyobb részében sajnos nem működik a meleg ebéd program. Na most egyesek kiszámolták, hogy 100 millió lejt sporol a kormány havonta, azáltal, hogy a meleg ebéd program kicsúsztatta gyakorlatilag a jövő fél évtől kezdődően. A megyei tanács elnöke szerint tisztességtelen ez a hozzáállás, csak megyei szinten 1700 gyermek szorulna a meleg étkeztetésre. Rendkívül fontos lenne pedig a hátrányos helyzetű diákok támogatása, hiszen Romániában évente 35 ezer tanuló hagyja el az iskolát idő előtt. A hiányosságokat kiküszöbölvén a Diakónia Keresztény Alapítvánnyal és a települési önkormányzatokkal összefogva a megyei tanács elindította az After School programot, amely keretében Kovászna megyében több mint 500 gyereknek sikerül a délutáni oktatás mellett meleg ebédet biztosítani.